Jó estét kívánok, köszöntjük Önöket, ez itt újra a Sajtóhang. És mi ma is itt vagyunk a legfrissebb sajtó megjelenéseinkkel. Az orosz-ukrán konfliktus még akár fél évig is elhúzódhat, amit sokkal inkább egy politikai kompromisszum, mintsem egy harctéri siker zárhat csak le. Nyilatkozta Csiki Varga Tamás az Inforádió műsorában. Az EIKK Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa hozzátette, ukrán szempontból nagyon sok múlhat a nyugati szövetségesek fegyveres támogatásán, azonban nem tartja reálisnak azokat a híreket, amelyek szerint elapadhat az ukrán hadsereg katonai utánpótlása, vagy elfogyna mindkét fél lőszere. Háború addig fog folytatódni, amíg valamilyen politikai kompromisszum nem születik a két oldal részéről. Egyelőre mind a két fél azt hangoztatja, mutatja, és egyébként teljesíti is, hogy még több erőforrás hajlandó feláldozni annak érdekében, hogy megnyerje ezt a konfliktust. Mondjuk úgy, hogy mértéktartó vesztések szerint is, ha csak valami drámai nagy változás, amit egyelőre nem látunk, nem történik, akkor itt egy fél éven keresztül még simán folyhat a háború. Azt nem állítanám, hogy az idők végezetéig, de az könnyen elképzelhető, hogy nem egy klasszikus békeszerződés zárja, hanem mondjuk egy befagyott konfliktus fog kialakulni. Pier Antonio Panzeri volt LP képviselő vándalkujának köszönhetően napról napra újabb részletek látnak napvilágot a brüsszeli korrupciós botrányról. Legutóbb arra derült fény, hogy két civil szervezet, a No Peace for Justice és a Soros Györgyhöz köthető Fight Impunity is érintett lehet a brüsszeli megvesztegetési ügyben. Gáth Ákos Bence, az EIKK kutatója a Hír TV-nek elmondta, Brüsszelben még nem érződik, hogy radikális reform körvonalazódna, viszont az elmúlt években növekvő tendenciát mutatott, hogy az NGO-kra hivatkozva ítéljenek meg tagállamokat, például a jogállamisági jelentéseken keresztül. A szakértő hangsúlyozta, ez a struktúra megmaradhat, és az NGO-knak továbbra is nagy befolyása lehet az uniós intézményekre. Olyan nemzeti politikai döntéseket is bírálnak az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament NGO-kra hivatkozva, amelyet a magyar parlament vagy akár a magyar alkotmányos többség, például ez volt a helyzet az alaptörvény elfogadásával is, az alaptörvényt különböző NGO-k bírálták, és azoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítottak Brüsszelben, mint magának a magyar alkotmányozónak, a kétharmados parlamenti többségnek. Holott a demokrácia klasszikus értelemben mégiscsak a parlamentben lakik, és az alkotmányozónál kell lenni a fő döntési jogkörnek. Botrányok sora rázta meg az Európai Uniót, amelyek rávilágítottak arra, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság politikailag a kelleténél sokkal aktívabb szerepet vállalt és töltött be az elmúlt években. Kalas Vivien, az EIKK Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa az M5 Ez itt a kérdés című műsorában úgy fogalmazott, a korrupciós botrány rávilágított arra, hogy sem az Európai Parlamentnek, sem az Európai Uniónak nincs olyan morális hatalma, mint ahogyan azt állítják. Az Európai Uniónak újra kell értelmeznie önmagát. Igen, ezt én mondtam. Ezt mondta, igen. Itt egyfelől gondoltam a nagymértékű reformokra, tehát például szerződésmódosításra, és ott akár visszavenni hatásköröket az uniós intézményektől, vagy úgy már mondtam, pontosítani kellene úgy a hatásköreiket, hogy ne tudják jogszabály értelmezésen ezt átlépni. Egy másik megoldási lehetőség az, hogy amit szintén már mondtam, egy szemléletmódváltás, tehát egy olyan Európai Bizottság áll fel, akár jövőre, akár bármikor, amelyik nem ezt a politikai bizottság irányvonalat képviseli, mint ahogy most látjuk ebben is, és már az előző bizottságnál is, hanem visszáll a szerződésekőre egy közvetítő, semleges szerepbe, valamint az Európai Parlamentnek is ideális esetben egy ilyen visszafogottabb felfogást kellene képviselnie, és akkor a már meglévő uniós alapértékeknek, amelyek ugye nagyon tág értelmezési lehetőséget adnak, mert nincsenek pontosan definiálva, nem adnak saját politikai értelmezést nekik, és nem politikai nyomást gyakorlásra használják fel. A friss kereseti adatok szerint növekedett a reálkereset és lassul az infláció, írja Szalai Piroska, az EIKK munkatársa a mandiner.hu-n. Mind az OECD 32 országa és mind a 27 uniós tagállam közül egyedül Magyarországon növekedett 2022-ben a reálkereset, más országokban csökkent a vásárlóerő. Az ársapkák és a rezsitámogatás okán később kezdett növekedni az infláció, a minimál bérek év elejé emelésének hatására pedig hazánk az egyik legnagyobb keresetnövekedést produkálta.
Már a háború előtt a szankciókat belebegtető első hírek idején elindultak az áremelések. Az árbefolyásoló súlya rendelkező piacon lévő cégek úgy értékelték, hogy megnőtt a kockázatuk, és ezt terhelték rá a fogyasztókra. Egyre gyakrabban merül fel kritikaként, hogy az Európai Unió elveszítette kapcsolatát az európai polgárokkal. Tárnok Balázs, az Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője új könyvében annak járt utána, hogy a nemzeti kisebbségek jog- és érdekérvényesítésében milyen szerepe lehet a polgári kezdeményezéseknek. A felvidéki Ma Hét portál által készített interjúban a szakértő kitért arra is, hogy bár a Minority Safe Pack 2020-ban az Európai Bizottság elé került, 2021-ben mindenfajta jogalkotási javaslat nélkül lesöpörte azt az asztalról. A per 2022. novemberében első fokon lezárult, ám a szervezők fellebbezést nyújtottak be a döntés ellen. A szakember szerint a politikai diskurzus az egyik legfontosabb út ahhoz, hogy a polgári kezdeményezések ellássák valódi feladatukat, és közelebb hozzák a polgárokat az unióhoz. További sajtó megjelenéseinkért keressék fel a Közszolgálati Tudásportált, amit a bejegyzésben található linkre kattintva érhetnek el. Innen egy kis ajánló következik. Resperger István a fronton történt legfrissebb aktualitásokról beszélt az ATV-nek, és Petri Bernadett az Erasmus ügyről beszélt a Magyar Hírlapnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra! Viszontlátásra!